nagyon rosszul kezdünk, nagyon rosszul játszunk egész meccs. Nem könnyű meccs volt. Hálom Istene, tovább jutunk, ez a legfontosabb. Az első meccs után azért számítottatok arra, hogy ez ennyire kemény lehet itt Szombathelyen? Hát igen, ugye a vége az úgy alakult, ahogy alakult, hogy ott parázsolt a vége. Éreztük, hogy ez nem lesz egyszerű Szombathelyen. Pályaminőség azért nem volt a legjobb, de nem szabad ilyen első fél időt ajándékba adni az ellenfélnek. Úgyhogy ebből tanulni kell, örülök a továbbjutásnak, most ez a lényeg, most már szombati bajnoki mérkőzésre kell koncentrálni. A lelkednek ilyenkor mennyire jön jól egy ilyen gól, ami ráadásul nagyon fontos? Hát persze, nem csak nekem ez is pozitív dolga, meg heges csapatok, például ez extra perc, századik perc, Lunyics gól, ez nagyon jó, sikerült, most gondolkodunk szombaton, most látunk, Paksot kaptunk a következő körbe. Menjünk tovább, elfelejtünk ezen a rossz meccsen már, remélem szombaton sok szurkol jönnek, megnyerünk meg egy három pontot. Ti még játszottatok, amikor sorsoltak már, ugye kiderült, hogy a Paks jön a következő körben, mit gondolsz? Hát várom Bödözni barátomat, ugye tényleg vele nagyon jó a viszonyom, azt gondolom, hogy nekik ugye a bajnokságra is azért oda kell nagyon figyelni, sajnos nem úgy sikerült nekik az eleje, hogy szerették volna. Én nagyon szurkolok nekik a bajnokságba, de persze tovább szeretnénk jutni, sőt titkolt célunk, hogy újra döntőt szeretnénk játszani a kupában. A szurkolók már itt a végén énekelték, hogy előre a magyar kupáért, ugye most a Paksot kaptátok, ez is a Mezőkövesd és a Puskás egymás ellen játszik. Hogy érzed, lehet itt esélyben a szezonban? Persze, minden lehet. Ez is gondolkodunk, remélem, jövünk megint a döntőbe. Nekhez lesz, sok meccsek is van, nincs sok szerda szombat megint lesz. Keves játékos is van, remélem mindenki rendben lesz, harcolunk végig. A meccs előtt mennyivel tudtál ezzel foglalkozni, mennyire jutottak el hozzád az infók, de ugye megjelent egy Marco Rossi nyilatkozat, amiben azt mondta, hogy te is pályázol arra, esélye pályázol arra, hogy bekerülj itt a bulgári elleni válogatott keretbe. Mit szólsz, hallottál már róla, és mit szóltál, amikor ezt olvastad, vagy hallottad? Őszintén mondom, most kaptam nagyon sok üzenetet. Ezzel kapcsolatban a meccs előtt nem foglalkoztam ezzel, és nem is tudtam róla. Most, hogy bejöttem, nagyon sok üzenetem érkezett. Még nem történt semmi, szeretném ugyanezt folytatni, amit elkezdtem. Nagyon örülök, hogy erről beszélnek már. Úgy érzem, hogy jól megy a játék, szeretném ezt folytatni, és akkor meglátjuk, mert nagyon szeretném segíteni a válogatottat. Mi történt itt veled a Honvédban? Tényleg kivirágoztál, imádnak a szurkolók, felmerül a neved a válogatottnál, szerintem mi történt veled, hogy itt ennyire megy? Hát azt gondolom, a Ferencvárosban sem ment rosszul. Úgy nekem a két éves sérülés, nekem sajnos az nem kettő, hanem inkább négy éven betelt még újra magamat. Úgy érzem, hogy akkor éreztem sérülés előtt. Főleg ez egy nagyon komoly sérülés volt. Hál' Istennek ez már múlté, nagyon sok idő elment. Ebből nem is szeretnék már ezen rágódni, hogy mi lett volna, ha. Valószínű, teljesen máshogy alakul a karrierem, de nagyon boldog vagyok most itt a Honvédban, ahogy mondtad, kivirágoztam. Szeretném ezt folytatni, és szeretnék lépésről lépésre egyre feljebb és feljebb kerülni. És amikor ezt hallott, hogy a szövetségkapitány is figyel, ad egy plusz motivációt, bár a játékod alapján nem úgy tűnik, mintha most motivációra lenne szükségem. Nincs motivációra szükségem, ez nekem egy, persze ez egy pozitív visszajelzés, de én magammal megbeszélek minden ilyet, úgyhogy megvannak a céljaim, én kitűztem. Úgyhogy szeretnék mindent elérni ezzel kapcsolatban.